Köszönti Önöket ismét a szerkesztő Tóth István. Megint csak a zenei szakmába evezünk bele egy kicsit mélyebben. Egy régi barátot köszönthetek ismét itt a stúdióban, akivel már bő negyed százada koptatjuk egymás idegeit. Dávid Roland, szia Roli, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek. Roli, hogyha a pályád elejéről kérdezlek, akkor mikori dátumot kérdezek? Hát ezen sokkal sokszor elgondolkodtam, én is, mert az ember hajlamos így hosszú idő távlatából talán kicsit megkeveredni ezekbe a dolgokba, de azt gondolom, hogy egy olyan 30-31 évvel ezelőtt, 90-es évek elején oda teszem a kezdeteket, amikor az első basszusgitáromat megvásároltam, talán az, az lehet a, a kiinduló pont 1992 vége körül. Te basszusgitáros akartál lenni? hát voltak ilyen terveim, hát akkor nagyon-nagyon szerettem a krímet, felfedeztük ezeket a régi zenéket, és, és, a Jack Bruce játéka, éneke, a kettő együtt, az fantasztikusan szólt, és akkor, akkor azt gondoltam, és hát az, azokat is olvastam erről, hogy hát az az értékes zenész, aki nem csak a hangjával, hanem a hangszerével is jól tud bánni, és aztán ezt egy-két évig erőltettem, de aztán, aztán így szépen el, elsiklott a dolog, vagy el, 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 elcsitult. Azóta is vágyam, hogy egyszer majd így felelevenítem ezt a basszusgitáros dolgot, néha-néha ilyen jammeken összejön még, de hát ez, ez, egy másik történet. Ez jó, mert ez is közös nevező, én is basszusgitáron kezdtem, én azt mondtam, hogy azért raktam le, mert nagyon nyomta a vállamat, holott nem, hanem azért, mert nekem speciál nagyon nehéz volt mellette énekelni ritmus hangszerről évén szó, de te is aztán úgy gondolom, hogy énekesként tudtál kiteljesedni. Abszolút, abszolút. És hát hozzáteszem azt, hogy, hogy akkor még ilyen tényleg klasszikus módon mindenképpen arra szerettünk volna törekedni, hiszen zenekar alapítás is történt ebben az időszakban, hogy, hogy hát valami lenyomatot hagyni a, a zenetörténetbe, vagy írni muzsikákat, ez, ez az önkifejezés akkor egy ilyen fontos dolognak tűnt, és, és, és tényleg ének, szövegek, azóta is elkíséri az életemet a tanulás, és ez egy fantasztikus kaland, egy jó kis utazás. Én a 30 évvel ezelőtti dalaidat hallgatva is azt mondtam, hogy akkor már, már akkor egy nagyon mély gondolatiság volt benne, de ez honnan jött? Hát nem voltam, nem tartom magam egy nagyon olvasott embernek, inkább, inkább a gyakorlatilag dolgok izgattak mindig, de akkoriban azért az előbb említett retro korszak uh, újra elevenidése miatt azért Jim Morrison versei, szövegei megjelentek magyarul, uh, kicsit úgy az ember beleásta magát, és akkor ilyen ihletet merített abból, hogy hát uh, ezek a különféle uh, irodalmi képek uh, megjelenjenek benne, uh, akkor ezt fontosnak tartottam. Aztán vala, valamiért változtak a dolgok, uh, de szép emlék, abszolút. Úgy gondolod, hogy jókor születtél? Tehát én a te pályádat figyelve, én azt látom rajtad, meg a zenéken, amiket, amiket te megalkottál, illetve mind a mai napig játszol, hogy egy tízessel, tizenöt évvel magad után születtél. Lehet benne valami, sőt, hát szerintem abszolút helytálló a, a gondolat, de nem szeretnék 15 évvel idősebb lenni, szóval még ha el is játszunk a gondolattal, de valóban mondjuk nem biztos, hogy Magyarországon, de hát ez már annyi változó, hogy szerintem fölösleges ezen gondolkodni. Minden úgy jó, ahogy van, szerintem reneszánsz emberekre mindig szükség van, és én megpróbálom áthozni azokat a régi értékeket elsősorban zenében, amiket fontosnak tartok. Ez a misszió akár még lehet magasztos is, úgyhogy szerintem ez így frankó. Ez jó, sokat szor fordul elő a kultúrmisszió kifejezés ebben a műsorban, és én ezt megmondom őszintén, nagyon szeretem ezt a szót. Roli említette Jack Bruce-t és az ő játékát. Rajtuk kívül, a krímen kívül, ki volt az, akire először figyeltél rajtuk és Jim Morrisonon kívül? Ez egy, ez egy folyamat volt. Először unokatesóim nagy jutusok voltak, és, és akkor hallgattuk a YouTube zenéit és ahogy fejlődött, 87 be kijött egy fantasztikus albumuk, és, és abban tükröződött vissza a 70-es évek zenéje számomra, és azáltal ismertem meg azt, hogy utána is olvastam, amennyire akkoriban lehetséges volt különféle szaklapokból, hogy, hogy tulajdonképpen mi az ő ihletéseik, és rajtuk keresztül aztán megismertem a Dorsot, a Dors utána bakelit lemezeket vettünk, persze akkor mindent meg kellett venni, vagy éppen kazettára másolni, és akkor jött a Cream, jött a Led Zeppelin, aztán mai napig ez így kitart. Hát nyilván a queen mindenki szerette, mert egy fantasztikus énekesről volt szó, és hát főleg a korai lemezeik nagyszerű hangtechnikákat vonultatott föl a maestro, és Nagyjából ez a vonulat a mai napig is megmaradt. Igyekszem persze nyitott lenni a modern világra, de már az előbb említett kultúrmisszió miatt fontos, hogy fenntartsam ezeket a régi emlékeket. A dalírás az megmaradt? A szándék, igen. És hát minden alkalommal elmondom, hogy majd a következő év talán ezt hozhatja, hogy, hogy ez visszatér. Nem mondanám, hogy probléma van ezzel, hanem inkább a az időszakok nem stimmelnek, azért mögöttünk van itt három nehéz év, amiből talán tavaly kilábaltunk, de egészen más világ jött el, mint ami mondjuk 2020 előtt volt. Gondolok itt a, a, az élőzene kezelésére, vagy egy, egyéb dolgokra. Hirtelen kiengedték a szellemet a palackból, és megint más prioritások kerültek előtérbe. Én szeretném ezt száz csinálni, szóval nem vállalok mellette egyéb polgári munkát, ezért, ezért a koncertezésre terelődött a hangsúly, amiből hál' Istennek van sok. Hát hál' Istennek van sok, és majd azokról a koncertekről, amik közelednek, beszélünk is itt a műsorban, de egyelőre térünk vissza arra az időszakra, amit megemlítettél az előbb. Te hogy élted meg magát a járvány? Tehát ugye nekünk zenészeknek ez azért enyhén szólva berakta az ajtót, amikor volt tulajdonképpen majdnem egy olyan év, amikor nem engedtek minket játszani, mert nem lehetett. Te ezt hogy élted meg, pláne, hogy mondtad, hogy nem válasz mellé polgári foglalkozást? Hát ez egy nagyon, nagyon furi helyzet volt, mert az egész család gyakorlatilag ilyen Abból a vállalkozói szférából él, ami a leginkább megsinlette ezt a problémát, mert csináltunk futóversenyszervezést, csináltunk PR munkákat különféle más területeken, és hát volt a zene. Nekem elég. Hát úgy gondolom, hogy utólag elég komoly ö, változás előtt álltam a 19-20-ra. Előtte ö, főszerepet kaptam ö, egy musikelbe, színházba, voltak lekötött dolgok, amik így egyik pillanatra a másikra semmivé váltak, és hát úgy, nagyjából ennyibe is maradtunk akkor. Aztán jött egy felszabadító érzés, hogy elmentünk, vettünk két biciklit, és akkor elkezdtünk hajtani mindenféle olyan helyeken, amik addig a szemünk előtt voltak, de talán csak a kocsi üvegén keresztül láttuk, és, és ez, egy, ez egy fantasztikus feeling volt. Hihetetlen tiszta lett a levegő, hihetetlen hírek voltak arról, hogy a légszennyezettség hirtelen csökkent, és aztán voltak kalandok uh, ilyen, ilyen, irányba. De maga, maga, a zenei tevékenység így leállítása, hát az, 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 szörnyű volt. És uh, aztán mindent megpróbáltam, megpróbáltunk, hogy, hogy kiskapukat keresünk oly módon, hogy lehetett hallani a hírekbe, hogy aki zenei szolgáltatást nyújt, az újra muzsikálhat, tehát hogyha olyan vagy, mint egy pincér, vagy egy pultos, és nem mint egy rocker, akkor tulajdonképpen tudsz kenyeret tenni az asztalra, és erről én kaptam is papírt az operatív bizottságtól, akinek írtunk egy e-mailt ez és én ezzel a papírral elmentem a Valatonpartra egy-két helyre, és hát nyilván uh, szabott a báron, ami ugye egy, megint egy másik történet ebben, hogy az, mindenki megpróbált uh, túlélni, de mégis csak elmondhattam, hogy 31 vagy 32 fellépésem volt akkor nyáron, és szerintem ez annak fényében ne, nem egy rossz emlék, uh, és sokat fejlődtem, mert ugye, mint zenei szolgáltatás, azért azt kérték, hogy a villa, meg a kanál az ne ugorjon le az asztalról, ezért olyan dalokat kezdtem el tanulni, amíg álmomban nem gondoltam volna, hogy el akarom, vagy el tudom játszani, és kicsit belementem ebbe az amerikai country rockba, ami egy inkább ez a, a finomságot és a, a, a lélekemelőbb gondolatokat, vagy zenéket tolmácsolja, és, és sokat tanultam belőle úgy, hogy összességében a kérdésre válaszolva, nem volt annyira vészes. Úgy gondolod, hogy fölálltál, fölálltunk ebből a hullámvölgyből? Kijöttünk? Hát, ahogy már az előbb szintén ezt is említettem, másképp folynak most a dolgok. Ugye ott volt egy komolyabb ilyen zenész szakmabeli összefogás az irányba, hogy, hogy tényleg működhessenek a dolgok megfelelőképpen, gondolok itt arra, hogy oltási bizonyítványja, be voltak keretezve az emberek, és akkor hirtelen mehetett a koncert. De én úgy gondolom, hogy megint belekötve, a, vagy összekötve azzal a kérdéssel, amit a legelső mondatod, a legelső kérdésed volt, inkább a saját zenét játszó polgártársak nyertek ezen az ügyön. Azt mondott, hogy inkább a saját zenét játszó polgártársak nyertek ezen az ügyön. Te mégis egy kicsit a feldolgozások felé fordultál volt, nyilván ennek az is volt az oka, hogy kenyeret tudjál tenni az asztalra, meg gondolom, hogy nagyon sok oka volt, hogy egyáltalán ki tud tenni a lábad otthonról akkor, amikor más ezt nem tehette meg. És a zenekarosdiból, ami tulajdonképpen még létezik a számodra, mert azért a Led Zeppelin session ami régebben csak Session volt, és saját dalokkal szántottátok föl a színpadokat, a Led Zeppelin session azért még lehet látni, és amikor lehet látni, akkor borzasztó nagy tömeg van. Uh, azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy uh, te egy emberes produkciókra váltottál, tehát ilyen van man show csinálsz most már leginkább, ami ilyen egyszergitáros bulik, ezek hogy néznek ki? Uh, igen, uh, hát úgy néz ki, hogy, hogy ez egy szülte tevékenység volt, mert, mert amikor uh, 2000-es évek közepén megszakadt a kapcsolatom mindkét akkori zenekarommal, szinte egyszerrel, ugye a Sessionnel, Led Zeppelin Sessionnel, illetve a Bluesberry-vel is, akkor ugye ott álltam hirtelen, hogy csak zenei alapra tudtam énekelni, mert előtte kaptam egy komolyabb ilyen műzikeles képzést, Völer Adél jó voltából, ami szintén nagyon szép emlék, és nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, de mégiscsak ugye igazi zenész hangszere játszik, és akkor egy, egy, egy nagyon furcsa kihívás következett 2008-ban, amikor már régóta megvolt a hangszerem, de csak úgy mond pötyögtem, és még az internet is eléggé kezdetleges volt abban, hogy mondjuk daloknak kottáit megszerezd, ilyesmi. Fülemmel lusta voltam dolgozni, meg, meg, ha nincs is rá rutinod, akkor nem tudod ezt így megcsinálni, hogy húsz éve gitározok, akkor persze meghallom, hogy milyen akkor, de ha csak tavaly kezdtem, akkor, akkor jobb, ha van egy mankód. Na, hogy röviden válaszoljak, és akkor volt Balatonfüreden a világ leghosszabb koncertje, egy Guinness rekord kísérlet, mely végül sikerrel is járt, ahol most már emlékeim szerint talán 8-9 napon keresztül megállás nélkül szabályokhoz kötve ment a muzsika a kisfaludi strandon, és akkor én ott akkor még úgy gondolva, hogy majd zenei alapra énekelek, belecsatlakoztam ebbe a kezdeményezésbe, és 8 vagy 10 fellépést vállaltam. De aztán, ahogy ment előre az idő, és már csak két-három hét volt hátra, mondom, hát ez nem lesz így jó, hát ezt e, látni is fogják, hiszen a világ leghosszabb megszakításmentes internetes közvetítésére is pályáztak, mint utóbb kiderült. Úgyhogy azt a metódust követtem, hogy amit el tudtam énekelni, és mondjuk négy akkordnál nem volt több, azt elkezdtem játszani. <gül> <gül> és, és, akkor már ugye egy, egy részével nem volt probléma, mondjuk egy Ring of Fire-t el tudtam énekelni, akkor csak meg kell csinálni az alapot. Na és akkor így egy ilyen bruttó egyórás műsort összedobtam, amiből így szemezgetve 20-30 perces, eta, 20 etapokat eta játszottam a, azon a hét folyamán. És hát mivel közönség nem volt, mert legtöbbször éjszakára kértem be magam, vagy hajnalra, egy júniusi időpont volt, tehát fantasztikus idő volt, de madarak Cicserektek is. Ezt csináltuk és nyomtuk. Akkor közbe kaptam infót róla, hogy hát ezt a tengeren túlon az én nézikám élőbe, ahol éppen nappal van, és hát volt olyan, hogy 5-10 hogy ezer, nem hazudok, 5-10 ezer kattintásos nézettség volt. Ja, e ha. egy, -egy ja. Népésnél, és hál' Istennek, csak a végén árulták el, mert akkor lehet, hogy kicsit zavarba lettem volna, de az egészet megkaptam felvételni, és szinte a mai napig vállalható, és ez volt a kiinduló pontja ennek a sztorinak. Ebből jött aztán az, hogy hogy először játszottam mondjuk két, kétszer egy órát, aztán mentek ezek a dolgok, és hogy a leg, leglényegesebb dolgot mondjam, ami azóta szintén változott, hála a pandémiának, hogy az volt az elmélet, hogy bármikor, bármelyik pillanatban azt tudom mondani, hogy én tudok vállalni egy fellépést, a kis kocsmába, a sörözőbe, a kis fesztiválon, a tábortűzné, itt, ott, amott. Aztán most tudjuk, hogy a kocsmák fele megszűnt, a másik felébe meg nincs élő zenére anyagi háttér. Úgyhogy ez, ez is ilyen szép emlék, de 2009-ben tényleg itt a városban egyszer összeszámoltam, hogy az elmúlt 20, hát most gitározás mondom, 15 évben 150 helyen játszottam. A ah, szép. Persze ebben van az is, hogy a kis szobornál, meg a ilyen avatáson, olyan avatáson, ebbe az iskolába, abba a templomba, ebbe az óvodába, a hátrányos helyzetű fiatalok, blabla. Bla, tehát össze, összeadva ezt, és erről konkrét listám is van, úgyhogy ha majd tévéműsort vezetsz, akkor elhozom. <gül> <gül> itt most a hallgatóknak ezt a listát nem tudjuk megmutatni. Meg tudjuk viszont mutatni Dávid Rolandot, aki itt van velem vendégként a mai műsorban a Hírefemen, kedves hallgatók, és aki már beszámolt arról, hogy hogy is kezdte a zenei pályáját, illetve hogy hogy is lett a zenekarozásból úgymond szakkifejezésére éve egy gitáros előadás, és ezek az egy gitáros előadások bizony bizony vonzák a közönséget, ahogy Roli elmondta, a tengeren túlon 5 10 ezeren nézték őt, akkor, amikor itt Magyarországon csak a madarak csicseregtek, nem voltak hamisak, nem jól vokáloztak a madarak hajnalban meg éjszaka? Jó, szerintem megtanulták hamar, van ilyen hallás. Na de menjünk tovább, hiszen ez az egyszál gitáros dolog, ez kinőtte magát nálad, Roland. Olyannyira, hogy volt egy gyárkertes koncerted is. Ez, ez mekkora flash volt azért. Egy magadnak betölteni azt a nem tudom hány száz négyzetmétert, az azért na. Hát ez egy nagyon, nagyon jó volt, és hát hálás is vagyok Muraknak, hogy Murak uh, közé Petinek, hogy, hogy meghívott, hogy gondolt rám. Ugye uh, Jött egy ilyen kezdeményezés, hogy összhang néven a Veszprémi zenészeket, vagy Veszprém környéki zenészeket összetömörítve lesz egy hétvégi nagy buli a gyárkertben, és hát tényleg megtisztelő volt, hogy, hogy rám is gondoltak a szervezők, és, és fantasztikus háttérrel, fantasztikus közösséggel a, a nagy bulik után, tehát a, a nagy, nagy zenekaros koncertek után, egy ilyen lezárásként este 11 körül csináltam egy bulit, Na, na, nagyon jó élmény volt, és hát tényleg hálás vagyok érte. Voltak sokan egyébként? Abszolút, abszolút. Tényleg, nem is tört, nem emlékszem pontosan, azt hiszem Hollywoodú volt előtte, és, és, hát azért személyes ismerettség is van nyilván a zenészek, zenekarok közönség köreibe. A Veszprémiek vágytak arra, hogy az ő kedvenceiknek is legyen egy ilyen hétvége, és ez, egy, ez egy, tényleg egy, egy fantasztikus kezdeményezés volt. Reméljük, hogy Folytatása is lesz, ahogy hallottuk, az idén uh, megy a gyárkert tovább. Uh, és tényleg az egész LKF-be csak, csak jó emlékeim vannak. Az egész év során nagyon sok felkérést kaptam. Uh, itt is a legelképzelhetetlenebb helyeket, kiállítás megnyitottól kezdve, a már előbb említett uh, hátrányos helyzetű fiatalok, uh, uh, ilyen-olyan ilyen fellépések, de tényleg a csúcspont az a gyárkert volt. Úgy gondolod, hogy. Mert nagyon nagyon szuperlatívuszokban beszélsz erről az egészről. Én azt látom rajtad, hogy élvezed ezt a, az egész történetet, ami, ami, most megy körülötted. Úgy gondolod, hogy ez az utad? Tehát, hogy adott esetben a zenekarosdit, még ha kényszerből is, de háttérbe rakod? Erre most nehéz válaszolni, mert ahogy már említetted, ez egy zenekar, tehát itt mások dalait játszuk, ami ugye lehet pejoratív is, hiszen uh, sokan sokféleképpen játszanak sok kedvenc zenéjüktől uh, tributokat. Uh, mi ugye abban mások vagyunk, hogy vagy nem öltözünk úgy, nem, nem uh, mimikáljuk úgy magunkat, mint az eredetiek, tehát mint a Led Zeppelin. Viszont itt Magyarországon egy kicsit még mindig be van szűkítve ez a műfaj. Visszatérve ugye a Covid időszakra érdekes módon akkor játszottuk a legtöbbet a, a ami még ugye a x hullám idején mondjuk 21 őszétől 22 egész év folyamán eljutottunk határon túlra Nagyváradra, Zentára. Az ország nagy játszottunk, ugye voltak erre nk pályázati pénzek, ami, amiket hát hál' Istennek meg tudtunk így lovagolni, és akkor sokat csináltuk de az ember egy idő után azért érzi azt, hogy, hogy tehát más bőrében nem tudsz folyamatosan belenni. Tehát azért ezt csinálni, vannak erre nagyon jó példák, akik ugye show műsorként fogják fel, mint a Kiss Forever Band, egész Európát végig tudják turnézni, és fantasztikus műsorokkal hozzák azt az eredeti feelinget, amire ugye szüksége van annak a közönségnek, aki most már tudja, hogy elbúcsúztatták az eredeti kis zenekart, vagy ha nem is, akkor legfeljebb nyugdíjas otthonban tudnak még kártyapartikor részt venni hamarosan. Bár ugye erre is van kivétel, mint a Rolling Stones, akiket azért addig tartanak életben, amíg mi élünk, mert egyszer ezt nem hiszem el, hogy azt gondoltuk, ha emlékszel te is mondjuk ezelőtt 25 évvel, hogy amikor majd mi leszünk 40 pluszosok, akkor már mi leszünk azok, akik, akik majd viszik tovább a fákját, akárhogy is, és ez motiváltabbá is tett volna mondjuk a saját dalok írásába, de míg azt látod, hogy nagyon helyesen senki nem hagyja abba, addig én azt gondolom, hogy már kezdem úgy érezni, hogy ez az egész rockzene arról szólt, hogy ők megcsinálták, és hogyha befejezték, akkor vége lesz? Ö, nagyon sokan érezzük így, megmondom őszintén, hogy bennem is gyakran felhorgad a kérdés, hogy ki fog zenélni akkor, amikor a nagy generáció ki fog menni, mert ők most már sajnos az életüknek a, hát igen, csak a B oldalát forgatják. Két Richardsról pedig ugye az a mondás járja, hogy szeretném, ha megérné azt a kort, amennyinek látszik. Ezt, ezt szoktuk, szokták róla mondani. Na, rossz májú megjegyzés volt, bocsánat mindenkitől, de folytassuk nálad, Roland, hogyha vissza kéne emlékezned, ha már egy kicsit visszarévettünk a múltba, és előjött a Rolling Stones, meg a Led Zeppelin, meg a Cream, meg Jim Morrison, ha vissza kéne emlékezned arra, hogy ez alatt a 31 néhány év alatt mi volt életed legnagyobb bulija, akkor mit mondaná? Saját koncertek közül. Nehéz kérdés, mert hogyha lenne időm ezen gondolkodni, akkor lehet, hogy szomorúbbak lennének a napjaim, mert hál' Istennek azért inkább előre próbál az ember tekinteni, vagy, vagy a gyakorlásba elmerülni. Vannak olyan távlati emlékek nyilván, amik, amik, nagyot szóltak. Hogyha egyet ki kell emelni, az talán az, amikor Németországba jártunk még ilyen mini kisebb százfős helyekre, akkor egyszer lehetőséget kaptunk, hogy a Manfred bennek legyünk a supporting act, vagy hát a, a, az előzenekara így, így Warm szó. up. Igen, warm up. <laughs> és és ez, egy, ez, egy, ez egy nagy élmény volt. Sajnálom, hogy olyan régen volt, hogy még akkor talán, tehát ahhoz képest sok minden változott az ember életébe, fejébe is, de, de azért nagy élmény volt utána a zenészekkel közösen bulizni, és, és ezen, ezt így eltenni szép emléknek. Ez jó volt. Igen. Kedves hallgatók, a mai vendégem Dávid Roland énekes, akivel 31 néhány éve taposuk ugyanazokat a színpadokat. Elmondta már Roli, hogy hogyan kezdte a pályáját, és hogy meddig jutott el, hogyan lett zenekari muzsikusból egy és hogy tulajdonképpen itt is megtalálta a számítását, de hát természetesen van még időnk, és nekem pedig vannak még kérdéseim is Dávid Rolandhoz. Első körben azt kérdezném tőled, Roli, hogy a közeljövőre milyen terveid vannak? Ugye jön a nyár, előttünk a strandszezon, Beachbody-ra gyúrsz vagy egyéb <tosz> Te terveket dédelgetsz? É, Á, igen, igen. Ez minden évben egy nagyon id ilyen izgalmas időszak. Én annak idején gyerekkoromban sokat voltam lenne a szőlőben, és, és mindig úgy vettük észre az idő múlását, hogy hát, megint meccseni kell, ugye? Tehát jött a, jött a következő. És akkor amikor hirtelen befejezed a meccést, akkor már születelünk is. És, és valahogy ilyennél vált számomra ez a, a zenélés is, de ezt pozitíve mondom, hiszen mindig kell rendszer az ember életébe. Most ez ez a hét például még egy ilyen felkészülési időszakként telik, mert azért egy kicsit így elhanyagoltam most a, a, a gyakorlást, és az újjaim azért azért még, még rá kell, hogy álljanak, új dolokat is tanulgattam. Május végétől számos koncertem lesz, és hát igyekszem visszatérni a régi helyekre, igyekszem nagyobbakat is dobni. Hát a jövő zenéje, hogy pontosan hol folytatom, településekkel is kapcsolatba állok, minden évben nagy örömmel megyek vissza Balatonpartra, akármelyik helyről is legyen szó, jó kapcsolatot próbálok tartani önkormányzatokkal, tényleg eddig minden évben fantasztikus, közel három számjegyű koncertet sikerült összehozni, az idén is úgy néz ki, hogy, hogy ez jó lesz. Reménykedünk az időben, lesz az persze egy Európa bajnokság fociba, ami mindig egy kicsit megbonyolítja az ember élőzenés terveit. Ezt pár hete esett le a tantusz, de aztán már, már mint szervező is kerültem ilyen helyzetbe annak idején, mikor még egy Balatonparti önkormányzatnak csináltuk a, a, nyári programokat, hogy, hogy mikor minden klappolt és minden stimmelt, akkor hirtelen mondták, elődöntő lesz a vb <laughs> Hát igen. Igen, igen a hát a, a sportközvetítések, tehát a, főleg a futballmérkőzések és az olimpia, az azért keresztbe tud tenni a zenés rendezvényeknek. Azt szokták mondani Roli, hogy aki keres, az talál. Aki Dávid Rolandot keres, az hol talál? Hát nyilván vannak a, a szociális médiával felületeim, ha így mondják, igyekszem napra kész lenni az eseményekbe, koncertekbe. Tényleg azt tudom mondani, hogy Balaton nagyon sokat járok vissza az elmúlt évekbe. Tényleg hálás vagyok ott is a szervezőknek, hogy mindig visszahívnak. Lesznek bulik, sessionnel is fogunk játszani itt Veszprémbe június végén. Most volt egy kisebb szünet, de ahogy már az előbb említettem, ez néha jót tesz az embernek, mert nem nem, nem mindig jó, ha mások bőrébe bújunk. Aztán vannak ott is távlati tervek. Az idén 30 éves a zenekar. Többféleképpen lehet számolni, de mivel 30 éve vettük fel a Session nevet olyan szeptember körül, ezért szerintem valami méltó módon meg kéne erről majd emlékezni valamelyik jó kis helyen itt, hát nyilván Veszprémben mert itt vannak a, a törzsajangok. Úgyhogy ezen, ezen majd dolgozni fogunk így a nyár folyamán, ez, ez, ez ilyen fontosabb projekt lesz. No, hát lesz tehát Session jobélő koncert vélhetőleg, és ha lesz, akkor meg is találják a kedves hallgatók, hogy hol és mikor, hiszen Dávid Rolandot a Social médiában, tehát magyar fordítva a közösségi médiában is meg lehet találni. Roland kicsit előre mentünk, most menjünk egy kicsit vissza. Te azt mondtad, hogy kaptál egy jóféle színházi képzést is, és volt neked színházi karriered is, úgymond, ha jól emlékszem, a Madácsban? Ö, többek között. Ez egy nagyon-nagyon ez kedves történet. A Madács nyilván a műfaj egyik csúcsa, szóval nagyon, nagyon fantasztikus dolog volt oda is eljutni, de ez egy picit korábban kezdődött a 2009 körül nagyon kedves barátom volt a színháznál, és, és végül is én úgy kerültem oda, hogy Cseh Tamás halálakor éppen Bereményi Géza egyik darabja ment itt, nem is emlékszem melyik a színházba, és hát mivel itt volt a szerző is éppen akkor a bemutató környékén, ezért csináltak egy ilyen megemlékezést, és akkor én ott szerencsés módon eljátszhattam egy-két dalt a mestertől, Cseh Tamástól. És ez így meg, Megalapozta a kis kapcsolatunkat a színházzal, és amikor uh, ugye Bújtor István sajnálatos halála után uh, igazgatóváltás történt, akkor uh, az első nagyobb komoly, az első komolyabb darab az Anna Karenina volt, amiben egy olasz uh, énekes, uh, olasz áriáját el kellett uh, énekelni, és akkor erre kaptam felkérést, így kezdődött az, és ezzel a darabbal tudtam aztán később a Madár színházban is uh, megjelenni, illetve ami a, leg, ami a legszebb, emlékebb ebbe a Vörös Színházban Székesfehérváron, a Gatsby című Musical főszerepet kaptam. Kalandos módon, hihetetlen módon, de mégis engem választottak ki. Talán a külsőm miatt is, a többi meg már működött magától. Viszont azt nem gondoltam, amikor elfogadtam, hogy közel száz oldalnyi prózát kellett megtanulnom. Úgyhogy az egyetlen Musical főszerepem száz oldalnyi prózával volt fűszerezve az ö, nagy feladat lehetett, mint ahogy nagy feladatok előtt állsz most is, hiszen ahogy beavattál minket a nyári terveidbe, lesznek azért ö, bulik szép számmal, és még egyszer mondom, hogy aki keresi Dávid Rolandot, hiszen ma ő a műsor vendége, az meg is találja. Roli, hogyha egy végszót kéne mondani, akkor mit mondanál? Itt kopogtat a nyár. <laughs> Igen, itt kopogtat a nyár, biztos őt halljuk. Igen, köszönöm szépen, hogy itt lettem, és ez fantasztikus élmény volt veled beszélgetni ismét. Köszönöm. Roland, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy a mai reggelt is velem töltötték. Vendégemtől már elköszöntem, most elköszönök önöktől is, de teszem ezt azzal, hogy hamarosan újra találkozunk a szerkesztőt, Tóth Istvánt hallották, további szép napot mindenkinek.